Sziasztok! Itt most a második részben folytatjuk akkor a citera tanulást. Ugye az előző részben már megmutattam úgy jó részt, hogy hogy is kell használni tulajdonképpen a citerát. Hát akkor most megtanuljuk először is, ugye, azt, hogy az egész hangoknál, ugye, az ujjakat lehet váltogatni szépen, hogy akkor 3-as, 4-es, 2-es, 1-es, és akkor így szépen lehet váltogatni. A lényeg, hogy a félhangokra ne kerüljön hüvelykúj. Tehát kerüljet akár 4-es is, jó van. 3-as vagy 2-es. Az a szokásos, a 3-as vagy a 2-es a félhangoknál. Na, nézzünk is meg akkor hát egy dalt, egy könnyű dalt, mert most csak egész hangok lesznek. Majd úgy mondom, hogy a hangokat fogom mondani, és nagyon figyeljetek. Csillag kezdetű népdal. Ez úgy néz ki, hogy most ugye a citeránál az új az adat, az teljesen tehát annak szabályaival, amit elmondtam, úgy, hogy azok betartásával teljesen mindegy. Tehát ahogy kényelmes. Nyilván a köröztözés is benne van a dologba. Tehát, hogy így köröztözik. Úgy is lehetett. Például van olyan... Mutattam azt a köröztözést, hogy például, hogyha hüvelykúj van, ugye mondjuk a gén, akkor átmehet a fiszre, meg a giszre. Igen. Tehát így, ilyen módon kereszteződhet. A lényeg. A bármelyik négy ujjat használhatod, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-est használhatod az egész hangoknál, félhangoknál 1-est nem használjuk. A félhangoknál leggyakrabban a 2-est és a 3-ast. Na, akkor hát megmutatom, figyeljetek, nagyon mondom szépen sorjában a hangokat, hogy hogy van ennél a népdalnál, hogy megyen már a hajnal csillag e felé. És itt nagyon fontos, hogy ugye benne van az a kipengetés, amit mondtam. Nagyon jellegzetes ugye a citeránál, úgyhogy kipengetjük.
hogy mondjam, valamilyen szinten az ember már gyakorolja, és elkezdi belevinni a dologba, akkor már érzésre megy, hogy hol kell. Tehát ahol egyébként megállná, azt jó van, utána folytatod, ott nincs szünet, hanem akkor kicsit pörgeted, úgyhogy. Most megmutatom ezt akkor. Ebbe a dalba észrevehető az is, hogy ha figyeltek, akkor ugye a hosszú hang lenne, nem az, hogy akkor hosszan lefogom a szól, ameddig szól, hanem ott akkor pengetek így. És akkor utána, hogy jön tovább, ugye, akkor utána visszatérek az eredeti lüktetésbe. És akkor tulajdonképpen ez a nagyon fontos, amit tudni kell benne. Mikor jön? Mikor jönnek ezek a dolgok? Akkor megmutatom még egyszer. Figyeljetek, most lassan eljátszom. Már egyszer elmondtam, hogy vannak a hangok. Úgyhogy most szépen lassan eljátszom, figyeljétek a kezemet. Fontosak azok a dolgok, amit elmagyaráztam, hogy tényleg egy úgy összetéve egy meg legyen az kompletten így egybe, amiket így elmagyaráztam, azok megvannak, akkor tökéletesen így tudsz citerázni, ahogy én csinálom. Igen. Akkor talán ismerjük is meg ezt a népdalt jobban. Akinek már jobban megy, az játszhatja gyorsabban is a saját tempójában. Most nézzük meg, hogy mi a népdal eredeti tempója. Az első részben azt is elmagyarázni, a pengetőt nagyon fogni kell. Meg tudni kell, hogy hol fogjuk.
Ugye az most is ugyanígy néz ki. Így. A kicsit, elég volt egy kicsit el. Ez, hogy nem szorítottam annyira, elég volt egy kicsit megengedés, majdnem elejtettem. Hát nyilván van, aki csinálja azt is, hogy akkor nem ilyen pengető, hanem van azok nagyobb, amit vágnak. Kártyából is lehet, és akkor tudom is, én fönnfogja itt egészen. Ilyen hosszú csík lényegében, és a vége meg így ki van ögyezve. És az a lényeg, hogy ez így följön, mint régen a lúttól pengető, körülbelül ugyanarra van kitalálva az is, hogy akkor úgy meg lehet fogni tényleg, mint a ceruzát vagy a tollat, és akkor úgy lehet vele citerázni. Na, nekem speciál ilyen nincs, mert én sose készítettem ilyet. Én készítettem négyszög alakú pengetőket. Arra meg ugye bármi jó, ilyen telefon, kártya, régi bankkártya, amit már nem használnak, nem jó semmire. Hát bármi ilyen kártya jó. Igazából még hallottam olyat is, hogy ilyen tejfölös kupa, meg samponos kupa, az is tökéletes. Kemény műanyag az a lényeg, tehát nem az a legpuhább, és azzal akkor bírsz pengetni. Nem fog úgy elhajlongálni annyira, hanem valamennyire van azért rugalmassága is. De ezt tudom ajánlani, hogy ez a legjobb, mert kis helyen elfér, meg tényleg ezt megfogod így, és akkor hát egyszerűbb ebben. De ha azt nézzük, akkor meg avval is egyszerűbb, mert ha valakinek az esik kezire, akkor ahova egyszerű. Hát ezt nem tudom, ezt mindenki saját magának döntse, hogy milyen pengetővel szeretne játszani, mert igazából, ha bemész a hangszerbútba, akkor ott is a kezedbe adják, azt kipróbálgathatod a pengetőket így fogásra, hogy milyennek aztán melyik a legjobb. Nyilván az is számít, hogy mennyire puha vagy kemény, ez például 60 mm-es. Úgyhogy ilyen puhább. De szerintem, hogyha azt mondjátok, hogy citerához kell, akkor is tudni fogják, hogy milyet kell, hogy adjanak. Mert szokták tudni. És hát nyilván azért mondom, hogy nem mindegy, hogy keménysége milyen, mert nyilván egy basszusgitár pengetőben nem tanácsos citerázni. Mondjuk valakinek az is megy. Én azért kímélném a húrjaimat. De hát... Na. Ezt az információt is megtudhattátok. Ez nagyon fontos volt. Még a gondoljátok, nézhetünk még egy népdalt, egy kicsikét nehezebbet. Na, ebben már félhangok is lesznek. B-ba két úton kell bemenni. Na. Ezt is szépen eljátszom, úgy, hogy mondom szépen a hangokat sorjában, és akkor utána pedig meg fogom mutatni, hogy hogy fog kinézni ez a dal, amikor teljesen kész van. Még egyet érdemes elmagyarázni a félhangokkal kapcsolatban. Ugye,
Hogyha például nézzük ezt a D hangot. Itt fölötte van mondjuk ez, amit cisznek ismerünk. Ez, hogyha ugye D-ről lefele megyünk, akkor ez ugye D-ből származtatunk, ezért desz. Hogyha lefele megyünk, akkor mindig S végződést kapnak ezek a félhangok. És abból a hangból, amiből megyünk lefele, tehát abból származtatjuk le. Tehát D-ből lesz desz. Viszont, ugye, hogy a C-ről megyünk fölfele, akkor lesz cisz, mert akkor isz végződést kapnak a hangok. Tehát, hogyha fölfele megyünk, így mondom, mert így egyszerű megérteni mindenkinek, hogyha fölfelé megyünk, akkor isz végződése. C, cisz. Igen. Tehát, hogyha C-ből, akkor cisze, hogyha pedig D-ből, akkor desze. Tehát S, így meg isz. Most ez mindegyikre vonatkozik, kivéve a B. Ugye, A-ból lesz ice, de hogyha H-ból lefele megyünk, akkor B lesz. A, B. Igen, van ilyen ceruza is, hogy HB-s, de ez most nem ide tartozik. Csak eszembe jutott. A, B. És akkor A, ice. Ugyanarról a hangról beszélünk, csak annyi, hogy melyikből származtattuk. Mert ugye a félhangok alapjába véve az egészekből jönnek. És így ez alapján sokkal könnyebb megérteni akár a kotta olvasást is, hogyha ezek az ismeretek a fejünkben vannak. Nagyszerű. Akkor elmondom, hogy hogy van ennek a dalnak a hangja így szép sorjában. Végig szépen, hogyha figyeltetek, akkor észrevettétek, meg azt is, hogy ott kicsit elbizonytalanodtam, de nem baj. Folytatni tudni kell, meg persze kijavítani is. Na, most akkor szépen eljátszom, lassan összetíve.
nagyszerű. Ez volt a kis tápéba, két úton kell bemenni, kezdetű népdal. Sok sikert kívánok a tanuláshoz nektek. Tanuljatok szorgosan, mert akkor ilyen szépen fog menni. Viszont vannak ilyen apróságok, amiket csak kitapasztalni lehet, úgymond. Hogyha figyeltetek, akkor nem csak egyszerűen el van játszva, hanem ilyen apró dinamikai dolgok vannak benne, amikre csak rájönni lehet. Például, hogy hol erősebben, és akkor hol gyöngédebben játszol rajta, és akkor úgy jön ki az a népdal. A lüktetése nagyon fontos benne. Beszéltem, és sikeres tanulást, tanuljátok a citerát. Most már van két négy dalunk, ami szerintem úgy jó részt ismertek, errefelé az Alföldön közismert népdalok, úgyhogy most már van mit gyakorolnotok, úgyhogy szerintem nagyszerű. Na, amit még nagyon fontos megbeszélni, a citera típusok. Ugye bár van ez, amin én játszok. Ez az alföldi hasas citera. Nem véletlen kapta ugye bár a nevét, itt ugyanis egy hasa van. Úgyha úgy nézzük. Ugye ez szögletes, ez a has. A dunántúli hasasnak kerek hasa van. És annyi a különbség, hogy ugye az aljuk a dunántúliaknak, azoknak zárt. Ennek pedig nyitott, mint látjuk. Nyitott alja van. Hangzásba különbözik emiatt, de bevallom őszintén, nekem sokkal jobban bejön ennek a hangja. A másik, amit itt láttok, ő is szintén alföldi. Ő vájú citera. Hát ő sem a gyerek már. 1962-es, de ő például egy házpadlásán volt. Ugye annyi a különbség, hogy ő tényleg csak egy vájú, hogyha megnézzük az aljába. Olyan, mint egy vájú így végig. Csak egyenes doboz lényegében, és itt csak egy nagy fej van, meg egy tőke, de lényegében hangolásban nem térnek el, mert ugyanúgy GC kvártban van, ez is hangol, meg ez is, és igazából lényegében ennyi. Ezek tenorciterák. Méretükben van különbség, ugye a prim az kicsi. Meg magasabban szól a hangja. Aztán még vannak följebb is azt hiszem citerák, a piccolo citera, de arról én még nem kerestem utána, csak hallottam egy társamtól, hogy van ilyen is. El is csodálkoztam, hogy hát az vajon milyen magasan szólhat. Hát a primtől még magasabb. Úgyhogy vannak, van basszus citera, ugye nagy zenekar bassz kísér. Hát az meg olyan nagy hosos. Hát úgy képzeljétek el, nézzétek, mint van az egedűtok. Na, pont így képzeljétek el, csak teljesen másképp néz ki. Nem különben ilyen hasa van annak is. És akkor ilyen feje van így végig,
És akkor abban van, ugye ott a végén a fej, mint ennél is, és akkor ott vannak a hangolószögek, kettő vagy négy húrja szokott lenni általában, de csinálják többen azt, hogy tenort lehúrozzák, és akkor ide kettőször kettő húrt fölraknak, így. És azt hangolják. Az is tökéletes basszus citera, de mégis más a hangja, ami tényleg basszus citera. Mert az tényleg igazi jó, olyan brummogósan. Na, hogy olyan jó basszus hangja van. Nos, lényegében el is mondtam itt nektek mindent. Ha jut még eszembe valami, majd a következő részben közlöm veletek. Addig is jó citerázást, jó gyakorlást, sziasztok!